Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió január 16-ai csütörtök esti híradója már is kezdődik. Elsőként nézzük vezető híreinket röviden. Még megelőzhető, az influenza elkerülhető, ha betartjuk a szakemberek tanácsait. Minden második magyar érintett, hazánkban a lakosság fele rászorulna valamilyen látáskorrekcióra, derült ki a legújabb felmérésekből. Díjeső a triatlonosoknál. A 2019-es versenyszezon legeredményesebb sportolói díjazta a Magyar Triatlon Szövetség. Az elmúlt hetekben tapasztalt hideg időjárás miatt megemelkedett a megbetegedések száma. Az utóbbi időszakban egyre többen fordulnak házi orvoshoz megfázással, lázzal, influenza-szerű tünetekkel. Az ANTS tájékoztatása szerint jelenleg nincs járvány. Ennek ellenére továbbra is érdemes odafigyelni a megelőzésre. Egymás után érkeznek a páciensek a Sükösdi patikába. Dr. Pál Natália azt mondja, januárban jellemzően megnő a meghüléssel, lázzal járó megbetegedések száma. Ilyenkor a gyógyszertárban kapható készítmények iránti kereslet is fokozódik. A forró italok elsősorban a megfázásos betegségekre, de aki nem szereti a forró italt, azért kapszula formájában, tabletta formájában hozzájuthat ezekhez a készítményekhez. Nagyon sokféle orspré közül lehet választani. Itt mindenképpen felhívnám a figyelmet, hogy azért huzamosabb ideig nem érdemes őket használni, mert ugye a hozzászokás sajnos kialakul, és akkor a elhagyásukor egy rosszabb tünet alakulhat ki, tehát érdemes őket vagy váltani, vagy pedig megpróbálni elszakadni az orsprétől. A megfázás elleni fájdalomcsillapítószerek mellett érdemes vitaminkészítményeket is fogyasztani. Az ásványi anyagok ugyanis fokozatosan távoznak a szervezetből, így pótolni kell azokat. A gyógyszerész hozzátette, a téli hónapokban az alapvető vitaminok mellett a vas és kálcium készleteket is javasolt feltölteni, a készítményeket kóraszerűen tanácsos fogyasztani. Az egyik bajai váróterem már a rendelést megelőzően megtelt betegekkel. Dr. Matán Eszter szerint minden évben megfigyelhető, hogy az új év első heteiben ugrásszerűen megnő a páciensek száma. A házi orvos kiemelte, a megfázásos tünetek mellett már influenza-szerű panaszokkal is érkeztek kisgyermekes családok. Elsősorban a krónikus légzőszervi betegek megjelenését látjuk, valamint a téli szünet után, amikor eltelik egy-két hét, és a gyerekek ismét közösségben kicserélik egymás kórokozóját, akkor megjelennek a különböző felső légúti és már alsó légúti, tehát már tüdőgyulladást és tünetekkel is találkoztunk. Na most már előfordult körzetünkben is egy-két influenzás megbetegedés, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a hűtutos betegségek tarolnak. Az ANTS influenza figyelő szolgálat tájékoztatása szerint jelenleg alacsony a fertőzés aktivitása, azonban Bács-Kiskun megyében egy hét alatt csak nem duplájára nőtt az orvoshoz forduló páciensek száma. A szakemberek szerint még nem késő beadatni a védőoltást, így azok, akik kérik a vakcinát, a következő hetekben mindenképp jelentkezzenek a házi orvosuknál. Tóth Péter Loránd versvándor kapja idén a Gergely Alexandra emlékdíjat, jelentette be az alapítvány. A 2007 óta működő bajai szervezet az idén már 13. alkalommal díjazza a hétköznapi hősök példaértékű tevékenységét. A történelem testnevelés szakos tanár egy évtizede járja az országot és a határokon túli magyar lakta területeket. Útja során magyar költők verseit tolmácsolja a rendhagyó órákon, Baján is már többször járt. A Latinovics és Radnóti díjas versmondónak az elismerést Kunszent Miklóson április 19-én adják át ünnepélyes keretek között. Az emlékdíj 1 millió forint készpénzből, egy díszoklevélből, valamint a névadó 17 évesen elhunyt Gergely Alexandrát megörökítő emlékplakettből áll. Minden második magyarnak rossz a szeme, derült ki a legfrissebb felmérésekből. A környezetből érkező ingerek 80%-át a szemen keresztül észleljük. Legyen szó nyelvtanulásról, egy érzelem felismeréséről a másik arcán, vagy éppen a mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen magabiztosságról, mindegyikhez nélkülözhetetlen a jólátás. Magyarországon az emberek 48-49%-ának szemüvegre volna szüksége. A probléma egyrészt genetikai alapú, az európaiak 30-32%-a rövidlátást okozó öröklött látáshibával születik, míg az ázsiaiaknál ez 75-80%. A szakértők azt mondják, a magyarok további 10%-a távollátó, azaz hipermetrópiás.
A legtöbb látásiban 40 éves kor felett az úgynevezett öreg szeműséggel jelenik meg. A jó minőségű szemüvegre minden esetben érdemes költeni. A jó keretválasztás azért fontos, hogy a gyerekek, illetve a felnőttek szívesen viseljék a szemüvegeket. Ha már egy jó, kényelmes, könnyű szemüveget választottunk, ahhoz egy jó minőségű UV-szűrővel ellátott szemüveglencse, aminek nagyon jó rétegzéssel van ellátva, egy tökéletes éleslátást tud biztosítani. A szemüvegviseléssel kapcsolatban rengeteg a tévhit, nem nagyon van olyan ember, aki ne hallotta volna még, hogy a szemüveg lustává teszi a szemünket, vagy azt a tanácsot, hogy gyakran pihentessük a szemünket. Az a legjobb, amikor a megfelelő dioptriát adjuk meg, és nem alul korrigáljuk az embereket, magyarul a maximális dioptriát adjuk meg a viselőnek. Nem rontjuk vele a szemet, igazából a szemizmok ettől nem fognak elgyengülni. Szükségünk van rá, ez ugyanolyan, hogy el van törve a lábunk, akkor is kell egy bizonyos ideig mankót használni, hogy ez a csont megerősödjön. A szemünket ugyanígy kell elképzelni, a szemünknek a szemüveg a mankó. A szemüveglencse kiválasztásánál a viselője egyéb adatait is figyelembe kell venni a lencse optikai kialakításához. Az optikusok többféle lencsét ajánlanak pácienseiknek szemére szabva, többek között egyfókuszú, bifokális és multifokális lencsét. Szemüveget hordtam távolra, most nem kell, mivel fél évenként járok kontrollra. Olvasó szemüvegem van. Amikor lejár, akkor megyek szemészetre, amikor lejár a jogosítványom, és szemüveges vagyok, és akkor szükséges, hogy orvoshoz menjek. Hát különben, hála Istennek, nem szokott baj lenni a szememmel. A szemüvegviselők körülbelül 60%-ban próbálják ki a kontaktlencsét, a magyar lakosság 30%-a ragaszkodik is hozzá. A szakértők azt mondják, a legideálisabb, hogyha a páciensek a szemüveget és a kontaktlencsét felváltva használják. Akadnak olyan lencsék, amelyekben már aludni is lehet, és azt is érdemes tudni, hogy nagy mínuszos dioptria esetén a lencsék jobb látást biztosítanak, mint a szemüvegviselése, tette hozzá Lipokati Janett. Nőtt a halfogyasztás az elmúlt évtizedben Magyarországon. A növekedéshez hozzájárult az árak változása, valamint a magyar emberek tudatosabb étkezése. Baján a halfogyasztásnak külön kultúrája van. Az eladott halak száma a piacon legtöbbször a karácsony és a halfőző fesztivál környékére esik. Magyarországon az egyfőre jutó halfogyasztás elérte a 6,73 kg-ot. Nagy István agrárminiszter kiemelte, a cél, hogy ez a mennyiség 2023-ra 1 kg-mal növekedjen. A fogyasztási célú hal, halfilé, halhús áfája 27-ről 5%-ra mérséklődött, beleértve a halászléhez nélkül összetlen ikra, haltej és halmáj forgalmi adóját is. A haltermékek utáni keresleti növekedés a boltokban is érződik. Többnyire most is karácsonykor is a ponty volt a menő. Ponty, harcsa, csuka, törpeharcsa, ezek voltak a menők. Szerintem Magyarországon, főként Baján, a hal fővárosában, szerintem most fölülmúlt mindent a halfogyasztás. Ez most talán betudható a húspiaci árak változásának, vagy pedig az emberek tudatosabban étkeznek. A nyilvántartott horgászlétszám több mint 150 ezerrel bővült az utóbbi időben, és 2019 végére elérte az 560 ezer főt, derült ki a Magyarországos Horgász Szövetség adataiból. Baján a halfogyasztásnak nagy kultusza van, nem csak karácsonykor, családi összejöveteleken, hanem a halfőző fesztiválon is közel 1000 bogrács alatt lobban fel a láng. Pető László bajéként és az egyik helyi halból törzsvásárlójaként kizárólag a bajai halra és halászrére esküszik, ahogy ő mondta, a családi asztalon hal legyen hallal. Mindig is nagy halfogyasztó voltam, amíg többet tudtam menni, mert most már azért öregszek. Amikor még tudtam menni halat, akkor november 30-ig mértem, hogy mennyit ettem meg, és mindig szerényen számoltam, akkor 36 kilónál tartottam, és szégyeltem, hogy még a karácsonyi halfogyasztásom nem volt benne, hogy túl sokat ettem. Tehát a halfogyasztásnak a akadálya elsősorban az ára. Aztán nagyon sok fele ettem halat az országba, és óriási tévedésben vannak, és nem hallgatnak a bajaikra, hogy a halat csak élő halat vegyen mindenki. A megszokott halfajták mellett a süllő és a busa a legkeresettebbek a piacon. A szakértők azt mondják, a 6,7 kg-os átlagfogyasztás mellett legalább hetente egyszer kellene halat fogyasztani.
Az éves halfogyasztás 35%-a az év végére, karácsonyra esik, közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. Elindult a 2020-as felsőoktatási felvételi eljárás. Az egyetemi főiskolai képzésekre 2020. február 15-ig jelentkezhetnek a leendő hallgatók, tájékoztatott Horváth Zita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára. Horváth Zita elmondta, a felvételihez egyelőre nincs szükség nyelvvizsgára, viszont pluszpontjára bizonyítványért, középfokú esetén 28, felsőfokú nyelvvizsgáért pedig 40 pontot kapnak a jelentkezők. Hozzátette, az idei év újdonsága, hogy valamennyi alapszakra kötelező az emelt szintű érettségi, amelyért továbbra is 50 plusz pontot kapnak a jelentkezők. A helyettes államtitkár elmondta, a felvételi tájékoztató anyagok már csak interneten érhetők el, a www.felvi.hu oldalon, ahol folyamatosan frissülő információkat találhatnak az érdeklődők. A Süllőt választották meg a szavazók az idei év halának. A Magyar Haltani Társaság 2010 óta minden évben meghirdeti a közönségszavazást, amelyen ezúttal 44%-kal a Süllő végzett az első helyen. A voksolásnak egyrészt az ismeretterjesztés a célja, másrészt pedig az őshonos halak népszerűsítése. Sokféle halétel közül lehet válogatni a legtöbb bajai étteremben. A Dunaparti csárdába szinte minden nap kerül süllő a tányérokra. Fehér, száraz húsa miatt sokan kedvelik, az egészben sült hal mellé pedig fokhagymás mártogatóst és citromot is ajánlanak. Bár az ára drágább, mint a pontyé, ennek ellenére a vendégek közül sokan kifejezetten ezért érkeznek az étterembe. A pontya harcsa, egész halakként ugye a kecsege, keszeg, törpe, amennyire lehet próbáljuk biztosítani a vendégek fele, ami az étlapon szerepel. Hát amivel sülő lett az év hala, tehát igazából rántott sülőként szerepel nálunk étlapon, vagy egy tárkonyos sülőfiléként, esetleg egészben. A süllő őshonos Magyarországon, Baja környékén a Dunában és a Sugovicában fogas és kősüllőt is lehet fogni. A horgászok a legnemesebb ragadozó halként emlegetik, amelyet műcsalival lehet legeredményesebben horogra akasztani. A január végéig érvényes horgászjeggyel a legalább 30 cm-es példányokat lehet hazavinni, azokból is egyszerre legfeljebb 3 darabot, a pergetés viszont március végéig tilos a Sugovica hídnál, mondta a több mint 2000 tagot számláló Bajai Horgász Egyesület elnöke. Mindenhol fogható. Dunán és a Sugovicán is nagyon sok. Tehát a bajai horgászok inkább a Sugovicán fognak többet. A mi tagjaink több mint 5 mázsa süllőt fogtak, és ezek között voltak 7-8 kilós példányok is. Az eddigi legnagyobb süllőt Magyarországon 2014-ben fogták ki horoggal, amely 15,5 kg-ot nyomott. A Magyar Haltani Társaság internetes szavazására ezúttal rekordszámú, összesen 14.642 szavazat érkezett be a 3 jelöltre. A süllő után 38%-kal a csuka végzett a második helyen, míg a bronzérmet 18%-kal a német bucó vitte el. Elismeréssel kezdte az évet a Magyar Triatlon Szövetség. Az évértékelő gáláról a bajai triatlonozók minden évben díjakkal felpakolva jöhetnek haza. A Mogy Érse eredményes idényének köszönhetően ez az idén sem volt másként. Az idén is megrendezte a Magyar Triatlon Szövetség az évértékelő rendezvényét, amelyen a 2019-es versenyszezon legeredményesebb sportolói vehették át trófáikat. Az est folyamán a nemenkénti és korcsoportonkénti kategóriákban több órán át tartott a díjazottak elismerése, a duatlonban és a triatlonban versenyző sportolók, majd az egyesületek is jutalmakat kaptak. A legnagyobb figyelem természetesen az élversenyzőkre irányult, akik az országos bajnokság mellett Európa és világkupákon, világbajnoki futamokon képviselték hazánkat. A Mogy Érse versenyzői az idén is nagy létszámban kaptak meghívást a gálaestre. A bajai díjazottak utánpótláskorú versenyzői közül ki kell emelni Karai Leventét, aki számára kifejezetten jól sikerült a 2019-es esztendő. Az igazság, hogy számítottam rá, hiszen az előző szezonom nagyon jól sikerült, a fontosabb versenyeken sikerült a jó formát mutatni, és ezért mondhatjuk, hogy annyira nem lepett meg, hogy az évsportolója címet elnyertem,
de ennek ellenére nagyon örülök neki, és remélem, hogy a jövőben is ilyen címeket majd sikerül megszereznem. Nem csak Levi, hanem a többi bajai triatlonozó is jó évet tudhat maga mögött, hiszen a fiatalabbak között is vannak szépen teljesítő sportolóink. Az évvégi gálán Zsumbera Nóra, Érci Janka és Cigány Bank aranyjelvényt vehetett át, míg többen első osztályú minősítést kaptak, vagy éppen a ranglista alapján vehettek át díjat. Egyre több utánpótlás versenyzőnk ér el ugye aranyjelvényes minősítést, ami az országos bajnokságok is, illetve a ranglista versenyek alapján van. Ez mindig egy jó jel a jövőt nézve. Ugye az év sportoló díja azért már kiemelt kategória, az, hogy Cigány Bank és Levi is utánpótlás korosztályban év sportolója lett. Ez nagyon nagy elismerés, és egy nagyon, nagyon jó dolog. A gála esten kihirdették az egyesületek közötti rangsort is. Az utánpótlás, az elit, valamint az amatőr ranglista mindegyikében a 10 legjobb csapat között végeztek bajaiék, így a Mogyi Ese az országos ranglistán összevetésben az előkelő 6. helyen végzett. Ausztriában kezdték meg felkészülésüket a bajai Mogyi Judo Klub kiválóságai. A Mitterszélben tartott nemzetközi judo táborban 50 ország 1200 küldöttje vehetett részt. Az Andrássy testvérek mellett Szigetvári Mercedes képviselte a bajai klubot. Mercének az 5 napos felkészülés során egy szerencsétlen baleset következtében megsérült a könyöke, így kényszerpihenőre vonult. Azóta orvosa megerősítette, hogy nem komoly a baj, így egy rövid kezelést követően ő is újra munkába állhat. A bajai Mogyi Judo Klub kiválóságai itthon készülnek tovább a hamarosan kezdődő versenyszezonra. Híreink jönnek még egyszer, röviden. Még megelőzhető, az influenza elkerülhető, ha betartjuk a szakemberek tanácsait. Minden második magyar érintett, hazánkban a lakosság fele rászorulna valamilyen látáskorrekcióra, derült ki a legújabb felmérésekből. Díjeső a triatlonosoknál, a 2019-es versenyszezon legeredményesebb sportolói díjazta a Magyar Triatlon Szövetség. A bajai televízió híradóját látták. Friss összeállítással holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Pénteken többnyire borult, párás, többfelé ködös idő várható, csak helyenként süt ki hosszabb időre a nap. Hószálingózás, ónos szitálás előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és mínusz 6 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul, de ahol kisüt a nap, ott ennél pár fokkal melegebb is lehet.